Mi történt? Nem igazán tudom, csak megálltam. Itt egy nő, majd ő elmondja. Ez a rendőrség? A rendőrség van a telefonban? Igen, mondja el, mi történt. Azt sem tudom, hol vagyok. Csak azt kérte, vigyem el egy darabon. Amikor az autóban voltunk, azt hajtogatta, hogy menjek egyenesen, csak egyenesen. Majd megragadott engem, és kést rántott. Nekem szegezte a kést. Kést rántott? Igen. Maradjon vonalban, oké? Sharon. Sharon. Ott van még? Sharon News ügyvédnő épp hazaindult az irodájából, amikor egy férfi, akit nem ismert fel, segítséget kért tőle a felesége végrendelete kapcsán. Megkérte, hogy vigye el egy darabon. Itt ez az ember, a felesége épp most halt meg. Nem hagyhatom, hogy az esőben sétáljon. Úgy éreztem, nincs jogom nemet mondani. Így beült az autómba. A férfi az autóban erőszakossá vált. Egy lakatlan területhez kényszerítette Sharont, ahol hozzávágta a fejét a műszerfalhoz, leszorította, letépte a blúzát, és kést rántott. Láttam, ahogy ez a hosszú acélpenge közeledik. Felém hajolt, és azt mondta, ezt a börtönben töltött évekért. Sharon ekkor rájött, hogy a támadója Hank Smith, egy volt ügyfele, akivel vád alá helyezési eljárásban találkozott évekkel korábban. 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, amit le is töltött. Kikerült a börtönből, és őt hibáztatta. Sharon tudta, hogy ez a vég. Kést nyomott a torkomhoz. Éreztem a hideg pengét és a nyomást, ahogy egyre jobban és jobban nyomta belém. Aztán azt mondta, vedd le a nadrágod. Azt mondta nem. Ekkor Sharon szerint valami láthatatlan erő hatására Hank hátrahőkölt. A kés kikerült a kezéből és a műszerfalba fúródott. A penge eltörött. Sharon így védekezni tudott és elfutott. Kiugrottam az árokba, és kitárt karokkal az út közepére futottam. A felső testem mesztelen volt, véres voltam. A hajam össze-vissza lógott, és hát csak kiabáltam, hogy állj, 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 segítség! Egy házas pár állt meg, hogy segítsen. Addigra Hank is odaért az útra. Megpróbálták őt távol tartani, miközben hívták a rendőrséget. Megpróbált levetkőztetni, meg akart erőszakolni. Most is ott van? Igen, mondják meg nekik, hogy siessenek. Hanket a helyszínen elfogták. Találtak nála egy vastag ragasztószalagot és egy kalapácsot. Sharon tudta, hogy meg akarta erőszakolni, kínozni és megölni. Tudta, hogy Isten megmentette az életét. Nem kérdés, hogy Isten megjelent és harcolt értem aznap. Az eszemmel addig is tudtam, hogy Isten hatalmas, mindenhol jelenlevő és mindent meg tud tenni bárkiért. De aznap úgy éreztem, hogy akkor és ott semmi más nem számít. Az egész menny leszállt, és csak értem harcolt. Olyan volt, mintha azt mondták volna, nem lesz a tiéd ma, nem viheted el ma őt. De a megpróbáltatás nem ért véget. Még úgy is, hogy Hank börtönben volt, Sharon nem tudott megnyugodni. Beleégtek a gondolataiba azok a horrorisztikus események. És Hank szavai, hogy addig nem nyugszik, míg meg nem öli. Volt, hogy egyszerűen csak remegtem kontrollálatlanul, vagy a fogaimat csikorgattam. Nem aludtam, nagyon lefogytam, majd újra meghíztam. A hajam kihullott. Volt egy antik ruhásszekrényem, amit minden éjjel az ajtóm elé toltam. Aztán felhívtam a börtönt, hogy biztos bent van-e még. Majd megpróbáltam elaludni. Sharon pengeilen táncolt Hank tárgyalásáig, amelyet elhalasztottak nem megfelelően kezelt bizonyítékok miatt. Úgy döntött, hogy csak egyféleképpen lehet biztonságban. Megszereztem a fegyvertartási engedélyt 2 héttel az incidens után. Úgy gondoltam, ha megölöm ezt az embert, az nem gyilkosság, hanem előzetes önvédelem. Mert minek is várná meg valaki, hogy visszajöjjön ez az ember, hogy megkínozzon, megerőszakoljon és megöljön. Ez így nem élet. Nincs semmi különbség a börtön és e között, hiszen már amúgy is börtönben élek. A félelem börtönében élek, nap mint nap. A rettegés lebénít engem, én nem tudok így élni.
Sharon tudta, hogy Hanket mikor viszik a tárgyalásra, és várt az alkalomra. De mielőtt még végrehajthatta volna a tettét, elfogadott egy meghívást egy gyülekezeti táborba. A táborban megkértek, hogy menjek ki egy adott helyre, ahol papírt és tollat kaptunk, és megkértek, hogy írjuk le a bűneinket és küzdelmeinket, és mindazt, ami távol tart minket az Istennel való bensőséges kapcsolattól. Ekkor tételesen elkezdtem ezeket összeszedni és papírra vetni. Sharon elmondása szerint Isten ott Hankkel kapcsolatban szólt hozzá. Azt mondta, hogy el kell engednem őt. Bántott téged, és ez fáj. Megsebesített, elvett tőled sok mindent, és ehhez nem volt joga. De ez elevenen fal fel téged. Meg kell bocsátanod neki. Nem azért, mert megérdemli, vagy megdolgozott volna érte, hanem azért, mert én is megbocsátottam neked. Én megmutatom, hogy hogyan bocsáss meg. Sharon leírta a papírra, hogy megbocsát, és odaszögezte a keresztre. Fizikálisan is jobban éreztem magam. Amikor felálltam a térdelésből az ima után, olyan volt, mintha 10 kilóval könnyebb lettem volna. Sharon tudta, hogy Isten immáron másodszor mentette meg az életét. Először fizikailag mentett meg az autóban. Aztán ott a táborban úgy gondolom, szellemileg is megmentett. Újra megkeresett és megmutatta a szeretetét. Hálás vagyok Istennek, hogy ő sokkal nagyobb és szeretőbb, mint ahogy valaha is gondoltam. Nem is tudom elképzelni, hogy magamtól hogyan jutottam volna ezen keresztül. Sharon két bírósági tárgyaláson vett részt az ezt követő 5 évben. Hanket emberrablásért életfogytiglanra ítélték. Előzetesen 10 év múlva szabadulhat. Sharonnak még mindig vannak pillanatai, amikor a félelemmel küzd, de inkább a megbocsátást választja. Ha arra gondolok, hogy Isten szereti őt és keresi őt is, és szeretné őt is befogadni és megtenni az életében mindazt, amit az enyémben is megtett, nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen Istent imádhatok. Ma Sharon a családi lovasfarmot állítja helyre, hogy más áldozatoknak is jogi tanáccsal, önvédelmi ismeretekkel segítsen. Nincs semmi, de semmi, ami miatt érdemes lett volna megtartani a gyűlöletet, ahelyett, hogy ezt a békességet, szabadságot és örömöt megtapasztalhassam. El kell engednünk ezeket az embereket. Isten előtt kell majd felelniük. Ő majd gondoskodik róluk. És akkor élvezhetjük mi is Istennel a kapcsolatot, és beléphetünk abba az erőbe, amire szükségünk van a gyógyuláshoz. Boldog vagyok, és sokat mosolygok, nevetek. Újra itt vagyok, visszakaptam az életemet.